miért ne vegyél kaukázusi juhászkutyát? Aki látott már valaha kaukázusi juhászkölyök kutyát, tisztában van azzal, hogy kevés szebb és aranyosabb kölyök állat létezik, mint ők. Egy kedves medvebocshoz hasonlít mindegyik, pihepuha szőrrel és bájos pofával. Sokan el is csábulnak ilyenkor, és a fajta alaposabb ismerete nélkül, és ami még rosszabb, minimális kutyás tapasztalattal vágnak bele egy kaukázusi juhászkutya tartásába. Kevesen tudnak arról, hogy egy ilyen meggondolatlan és elsietett kísérlet a legritkább esetben végződik jól, és szinte soha nem az a kiegyensúlyozott és felhőtlen gazda kutya viszony lesz a végeredmény, amit a legtöbb kutyás ideálisnak tart, hanem tragédia. Vagy az ember, vagy a kutya részéről. Azt, hogy miért gondoljuk így, a most következő 5 pontban igyekszünk összefoglalni nektek. Mielőtt nekifognánk, arra kérünk benneteket, hogy ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, ha eddig ezt nem tettétek meg. Nektek ez egy másodperc és egy kattintás, nekünk viszont nagyon sokat jelent. Előre is köszönjük! A név és a valóság. Azzal kezdjük, hogy a kaukázusi juhászokkal kapcsolatban már a név is megtévesztő, hiszen napjainkban esetünkben már a legkevésbé sem beszélhetünk pásztor vagy juhászkutyákról. Ha valaki ilyen természetű vagy karakterű kutyát keres, amelyik például könnyen beilleszkedik egy falkába, vagy a területének határain kívül semleges az idegen emberekkel, ne kaukázusiakat nézegessen. Igaz állítás, hogy a mai kaukázusi juhászkutyák ősei a Kaukázus környékén nyája körzésével foglalkozó pásztorkutyák voltak, de az a kutya, amit ma nevezünk kaukázusi juhásznak, végleges formáját az 1950-es évek Szovjetuniójának állami tenyészetében a Krasznaja Zvezdában nyerte el, kifejezetten hadi, de talán még inkább gulág őrzési célokra. Abban az időszakban olyan kutyákra volt szükség, akik jól bírják a hideget, senkitől nem félnek, hiányzik belőlük a pásztorkutyákra egyébként jellemző megfontoltság és óvatosság. A fajtát ezen paramétereknek megfelelően alakították ki, és sokkal inkább tekinthetőek nyers, katonai és őrkutyáknak, mint pásztorkutyának. Nem véletlen, hogy az egykori székelyföldi munkacélokra történő honosítási kísérletek mind teljes csődöt mondtak. Falka hierarchia. A kaukázusi juhász esetében egy általunk is gyakran látott és tapasztalt jelenség, hogy főként a dominánsa felnőtt egyedek a gazda személyét is egy kutyákhoz hasonló falkatagként kezelik. Akinek folyamatosan és állandóan erőt kell mutatnia annak érdekében, hogy a vezérségét elismerje a kutya. Ebbe gyengeség, akár bármiféle átmeneti esendőség nem fér bele, hiszen, ha ilyet tapasztal, egy kaukázusi hajlamos kísérletet tenni a falka vezérség átvételére. Nagy testi erejű és erős akaratú, domináns kutyafajták esetén ez a jelenség szorványosan előfordulhat, de talán egyik fajtára sem annyira jellemző, mint a kaukázusi juhászkutyák esetében. Nekünk számos olyan ismerősünk akad, akinek az elsőség kérdését szinte minden évben le kell játszani a kaukázusi kanyával, hol enyhébb, de sokkal inkább erőteljes módon. Ők többségében tapasztalt kutyások értenek a fajtához. De mit kezd egy ilyen helyzettel egy kezdő? Vagy egy átlagos családapa, aki élete legnagyobb konfliktusát a Trónok harca sorozat nézése közben élte át, vagy akkor, amikor a céges meeting során egy alkalommal ellentmondott a kisfőnöknek. Viszony a családhoz. Részben az előbb elmondottakból fakad ez a pont is. Sok esetben, főként ha a gazda nem tudja megfelelően fegyelmezni a kutyát egy adott helyzetben, ami valljuk be nem mindig könnyű, például egy 100 kg körüli kaukázusi kan esetében, a kutya hajlamos a családot szintén a falka részeként kezelni. Ez ugye abban az esetben válik különösen problematikussá, ha mondjuk egy kisgyermeket vagy egy pehelysúlyú asszonyt úgy büntetne és utasítana helyre, mint egy falkatagot, egy fiatal kaukázusit. Míg egy kutya egy ilyen figyelmeztető és fegyelmező odacsípést fel sem vesz, addig ez egy kisgyermeknek egy életre szóló traumát okozhat. Territoriális agresszió eloldódása. Majdnem minden területőrző és őrkutyára jellemző, hogy erős territoriális agresszióval rendelkezik, tehát a területére belépő vagy azt nagyon megközelítő idegenekkel szemben agresszív és támadó fellépésű. A kaukázusi juhászkutyákkal kapcsolatban gyakran megfigyelhető jelenség, hogy, és itt Barta László egyik megfogalmazását használjuk,
A kutya territoriális agressziója eloldódik a területtől, a territóriumtól. Egy adott kutya egyre emberagresszívabbá válik, ami egy idő után már nem kötődik a védendő területhez, szinte minden helyzetben és körülmény között jelentkezik. Egyre nehezebb a séták során visszatartani, ezért a séták egyre inkább elmaradnak, a kutya meg inkább befelé fordul, és a lefelé lejtő spirálban nincs megállás. Természetesen ezzel nem azt szeretnénk állítani, hogy mindez kizárólag kaukázusi jellegzetesség, hiszen majdnem minden nagy erejű, rosszul nevelt kutyafajta esetében megjelenhet ez a jelenség. A kaukázusi juhászok esetében azonban kiemelten gyakori, hiszen egykoron a karakter véglegesítésén dolgozó szovjet etológusok egyik tenyésztési célja volt egy emberekkel szemben semmilyen félelmet és gátlást nem érző fajta kialakítása. Összefoglalás. Nem szeretnénk, ha félreértenétek, amit az előző pontokban elmondtunk. A kaukázusi juhászoknak, vagy nevezük inkább kaukázusi őrkutyának, igenis helye van a munkakutyák között, bizonyos és speciális körülmények között, egy tapasztalt, átlagnál keményebb gazda mellett. Több hektáros területek, gyártelepek elhagyott, a civilizációtól messzebbre eső tanyák őrzéséről, védéséről van szó. Ideális. A gazdának volt már komoly tapasztalata, extra méretű, időnként egymázsásra megnövő, rendkívül erős és domináns kutyákkal. Tökéletes. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai nem azt mutatják számunkra, hogy a kaukázusi kölykök zöme ilyen körülmények közé és gazdákhoz kerülne. Beilleszteni egy ekkora kutyát ilyen ösztönkészlettel, temperamentummal és karakterrel egy városba vagy lakónegyedbe szinte lehetetlen. Senkinek nem lesz kellemes, a gazdának, a kutyának és a környezetüknek sem. Egy kezdő kutyás esetében pedig a szinte szó el is hagyható az előző állításból, 100%-ban garantált és kódolt a sikertelenség és a konfliktusok. Nemrég érkezett hozzánk egy levél, amiben a levélíró segítséget kért. Egy általa ismert idős hölgy 2 évvel ezelőtt a kaukázusihoz sokban hasonló kan kölyök kutyát kapott ajándékba a lányától. Azzal a felkiáltással, hogy na, ez majd megvéd téged. A hölgynek soha korábban nem volt kutyája, a 2 éves, még nem teljesen felnőtt kutya valóban őrizés véd, a környék réme. Az idős hölgyet többször megharapta, a család rettek tőle, a menhelyek nem fogadják be, új gazdát nem találnak neki, a helyzet lavinaszerűen romlik, mit tegyenek ebben a helyzetben? Mit válaszolhatunk egy ilyen kérdésre? 2 évvel ezelőtt gondolkodni kellett volna, nem cselekedni. Hogy a hasonló eseteket minimalizáljuk, részben ezért készítettük el ezt a videót, reméljük sikerrel járunk majd.